Még szedik a barackot ezen a hajdúszoboszlói ültetvényen, a fák nem roskadoznak a gyümölcstől idén sem. 4 évig folyamatosan elfagyott a barack-termés, most örültünk, mert nem volt fagy. Június 1-én viszont volt egy óriási jégeső, ami szó szerint szétverte az ültetvényt, és egy óra múlva megismétlődött a dolog, tehát úgy gondoltuk, hogy ismét nem lesz egy darab sem a fán. Végül is valamennyire megúszta az ültetvény, van barack a fán, finom, viszont mondhatnám azt is, hogy ronda és finom, mert a jég azért az nyomot hagyott a barackokon, a nektarinokon. Szokták kérdezni, hogy mi a titka ennek a finom baracknak? Hát én azt hiszem, hogy csak is a szeretet, meg egy kicsit az őrület, aki ilyenbe vágja a fejszéjét, mert hogy ezt szinte egész évben gondolni kell. Február-márciusban kezdődik a meccés, aztán rettegünk attól, hogy lefagy vagy nem fagy, jövünk ki és törődünk az ültetvénnyel, hogy mentsük, ami menthető húsvét környékén, aztán jön a nyári óriási meló vele, és gyakorlatilag egy pillanat alatt egy hajnali fagy az egészet elviheti, vagy egy erősebb jégeső az egészet elviheti. Nagyon-nagyon nehéz ma Magyarországon megtermelni egy minőségi gyümölcsöt, mi még hiszünk benne, hogy sikerül, hátha. A nektarin az őszi barack közeli rokona, kopasz baracknak is nevezik. Ízében szinte megegyezik az őszi barackkal, húsa viszont sokkal keményebb és kevésbé lédús. Magyarországon nem annyira népszerű, mint az őszi barack. Ez a piaci keresleten is meglátszik. Sokkal jobb volt a termés, viszont azt tudni kell, hogy most van már vége, tehát most megy le az őszi barack. Mint minden ugye sokkal korábban érett, így az őszi barack is, és már keveset tudunk majd belőle fogyasztani, mert talán 1-2 hét és teljesen vége. Így is a legtöbb termelőnek már lement a héten. Nagyon keresik főleg az őszi barackot, legfőképpen enni kevesebben vannak, akik már becsinálják kompótnak vagy konzerválják, inkább frissen. Nem csak a magyarok, de a külföldiek is, akik itt vendégségben vannak nálunk, főleg lengyelek, csehek, szlovákok, mindenki vásárol 1-1 kilót, hogy még aznap elfogyasszák frissen. A nektarin az nem annyira közkedvelt. Bár a mennyiség nőtt tavalyhoz képest, az árak nem változtak. 1000 és 1500 forintos kilónkénti áron lehet még megvásárolni a legszebb, legegészségesebb barackokat. Én már befőttezek. Az a kicsi, ami nekem kell, azt meg tudom venni. A kereskedők tapasztalatai szerint a vásárlók kisebb tételben veszik a barackot, hogy aztán frissen fogyasszák el. Egyre kevésbé jellemző a nagy tételű, befőzés céljából megejtett vásárlás. Csak fogyasztani, befőzni nem főzünk, mert annyit nem eszünk. A magyart szoktuk venni. Mert a külföldi nagyon sok van, amit tudom, hogy hogy érlesztik vagomba, mit tudom én mibe, barnás, fekete és stb. Az általunk felkeresett piacon csak magyar barackot árultak szezonban a kereskedők, viszont ennek napokon belül vége, és újra több száz, esetleg több ezer kilométerről ide szállított barackokkal lehet majd találkozni.